Befogott házi kedvencek mérgelődnek a Bátkom Kft. Udvarán megépített kennelekben. Tavaly óta épült ez a négy átmeneti őrzőhely az elcsavargott és befogott kutyák számára. Egy esztendővel ezelőtt egy sajnálatos baleset hatására szigorította az ebtartás szabályait az önkormányzati testület. A szigorításnak meglett a maga hatása. A kóborebek begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelező feladat nem volt megoldott itt helyben nálunk. Körülbelül egy évvel ezelőtt, pontosabban tavaly április 1-től sikerült szerződésbe lépnünk az Alfavettel, és a feladatokat úgy sikerült megoldanunk, hogy havonta egyszer szállították el az ebeket. A köztes időben a Bátkom gyűjtötte be a kóborló ebeket, és a Bátkom udvarán 4 kennelben biztosítottuk az ideiglenes elhelyezést, ellátást kaptak. Addig, míg a gazda nem jelentkezett, vagy ha nem jelentkezett, akkor elszállításra kerültek. Az elmúlt egy esztendő 1,3 millió forintjába került az önkormányzatnak. Ennyit kellett fizetni a befogásért, az őrzésért, a tárolásért és az elszállításért. Az egy év alatt 32 darab ebb befogására került sor. Azoknál az ebeknél, ahol mikrocsippet találtunk, ott a gazdákat meg kellett büntetnünk, hiszen a helyi rendelet értelmében közösségellenes magatartást követel az, aki nem gondoskodik arról, hogy az ebb ne jusson ki a közterületre és ne kóboroljon. Úgyhogy ezekben az esetekben a bírságokat kiszabtuk, befizetése megtörtént, és a jövőben is ezt folytatni fogjuk. A képviselőtestület a beszámoló alapján arról döntött, hogy most már határozatlan időre szerződést köt az Alfavett Kft.-vel, ő adta a legkedvezőbb ajánlatot a 3 megkeresett ajánlattevő közül, és így tartósan úgy tűnik, hogy megoldásra kerül ez a kötelező feladat. A továbbiakban is úgy tervezzük, hogy a köztes időben a Bátkom fogja begyűjteni az ebeket, és az Alfavett elszállítja, amennyiben nem jelentkeznek érte. Tavaly évben volt ez esedékes, külső segítséget is igénybe vettünk, úgyhogy egy elég alapos összeírásra került sor, és ennek eredményeként felszólító levelek is kiküldésre kerültek, ha azt tapasztaltuk, hogy lejártak az oltások, vagy nincsen csip az ebekben, és ennek is van már következménye, tehát elég sokan a felszólító levél alapján már hozzák az ebb összeíró adatlapokat, tehát pótolják a kötelezettségeiket. Ebben az évben tervezzük egy újabb szabályzatnak a kiadását, ugyanis jegyzői hatáskörben a mikrocsipnek a kutyába meglétét vizsgálhatom, és erre irányulóan lesz egy ilyen cél ellenőrzés. Szúrópróbaszerűen fogunk a közterület felügyelőnk meglátogatni ingatlanokat, és akkor az ebb tulajdonosoktól megkérdezni, hogy rendelkezik-e oltási könyvvel az ebb, van-e mikrocsip benne, illetve van leolvasónk is, tehát ellenőrizni fogjuk, hogy ez a valóságnak megfelele, és ezután jelezzük az illetékes hatóságnak, hogyha ez nem így van.